1960. július 1-ével kerültem a pályára, amikor is a budapesti Mátyás pincében, mint próbaidős szakácstanuló kezdtem el dolgozni. Én azt hiszem, hogy egyik pályafutás sem lehet tipikus, a statisztikai adatok azok csak egy átlagot adnak, mindannyian, mint ahogy egyéni az új lenyomatunk, egy egyéni életutat futunk be. Mik a szakmai pályafutásának legfontosabb állomásai? 1963. március 18-a, ezen a napon pont 17 éves voltam, és reggel 6 órakor, amikor felkeltem, összehajtogattam a szakácsruhámat a szakma kiváló tanulója versenyre, és elindultam a Gundel étterembe, ahol a verseny volt. Megkérdeztem édesapámat, hogy apu, mit kapok ma ajándékba? És azt mondta, hogy fiam, majd meg fogod látni, de te ott kapod meg a Gundelba. És meg is kaptam. A versenyen második lettem ezüstéremmel, és ez abban az időben egy olyan erkölcsi szakmai, és hozzáteszem, anyagi siker volt, amely végig meghatározta az egész életemet, és mindig büszkeséggel töltött el. Mi következett a Gundel után? Jöttek a szürke hétköznapok, és azt gondolom, hogy mindig a szürke hétköznapokban kell hősnek lenni, nem csak a versenyeken. Dolgoztam tovább, követségre kerültem fiatalon szakácsként, 64-ben a svájci nagykövetségre, majd ezt követően a svéd nagykövetségre kerültem, mindkét esetben a nagykövet személyes szakácsa voltam, konyháját vezettem, fogadásokat csináltam, és mindez tartott 1972-ig. Mindebből arra következtetek, hogy az önök szakmájában már az előző rendszerben is bőven volt alkalom arra, hogy az ember sikereket érjen el. A mi szakmánk depolitizált volt szakmai szempontból nézve. Mindkét esetben volt, ha szabad így fogalmaznom, lehetőség a fejlődésre, hiszen ez mindenkor a személyes igényességtől függött. Tehát az a lehetőség, hogy én a Mátyás pincét követően dolgozhattam a Gellért szállóban egy ideig, majd a kor nagyon híres budapesti éttermében, a Berlin étteremben, és további helyekre még eljártam kisegítőbe, így többek között a Margit szigetre, de az akkori Royal szállodába is. Mindez azt jelenti, hogy az emberi igényesség megalapozta, predesztinálta az ember jövőjét. Mikor volt először kénytelen a fakanalat a vezetői székre cserélni? Nem volt ez kényszerűség. Tulajdonképpen 1972-ben kaptam egy nagyon kellemes ajánlatot, hogy az akkori vendéglátó technikumba, amely komoly hagyományokkal, szakmai, emberi, nevelési hagyományokkal bírt, felkértek, hogy kezdjek el egy oktatói munkát, és én ebbe belevágtam. Az iskolának köszönhetően két diplomát szereztem, egy vendéglátó üzemgazdász diplomát, majd egy gazdasági szaktanár diplomát, és ahogy fejlődtem az iskolával együtt, úgy léptem előbbre a ranglétrákon, és végül is, amikor az iskolából eljöttem, akkor szakmai igazgatója voltam az iskolának, tehát elmondhatom, hogy a többi munkatársammal együtt hoztuk létre oly módon ezt az iskolát, hogy komoly nemzetközi rangra tettünk szert, komoly hazai nemzetközi rangot vívtunk ki az iskolák körében, és elmondhatom, hogy generációkat neveltünk fel, akikre büszke vagyok, és akik ma hol itt, hol ott visszaköszönnek az embernek. Bejártam egész Nyugat-Európát, elsősorban a német nyelvterületet, de ebben az időszakban eljutottam a Koreai Köztársaságba is, ahol részt vettem kollégáimmal együtt az olimpia előkészítésében is. A legutolsó kalandom az egy cseh és szlovákiai továbbképzés volt, amely nagyon tanulságos volt, úgy pénzügyileg, gazdaságilag, mint szakmailag. Tanulmányoztuk ezen két, most még mondhatjuk, hogy fiatal ország fentnevezett tevékenységi köreit. Nagyon érdekes volt, azt hiszem, hogy volna mit egymástól tanulni kölcsönösen. Természetesen ezen elmúlt 28 év alatt, amelyet az iskolában töltöttem, könyveket írtam, részt vettem forgatókönyvek elkészítésében, így érdekességképpen részt vettem az Arizona című filmben, amelyben Marcello Mastroianni, Hanna Sigula is szerepelt. Egy bizonyos utolsó vacsorának a
megtervezésében. Én ezekre mind büszke vagyok, mert úgy gondolom, hogy a szakma az több oldalú.